Üdvözletem! Azon gondolkodtam idefelé, hogy amikor valamiféle ilyen utolsó pillanatba beütő ménkű miatt négyen maradunk, akkor mindig megjelenik egy-két arc, és odaírja a videó alá, hogy végre egyre kevesebben vannak, és most már hamar vége lesz ennek az egésznek, ami valahogy csak nem bír megtörténni, olyannyira nem, hogy januárban se lesz még egészen biztosan végünk. És hogy vajon mit fognak ugyanezek az arcok most odaírni, amikor egyre többen vagyunk, mert hogy itt van Konok Péter. Jó napot kívánok! Csintalan Sándor. Jó napot, magyarok! Puzsér Róbert. Jó napot kívánok! Vona Gábor. Jó napot! És Pörzse Sándor. Jó napot! Az jutott eszembe, amikor egyszer a szabadfogásba elfelejtettem a neved, emlékszel? Az nagyon jó volt. Én meg egyszer egy lakossági fórumon a Gábort, és akkor most jön a magyar elnöke, Volner János! A jós, igaz? Vagy mi volt? Azt hiszem 300. lakossági fórumnál tartoztunk, és még nem tudtam a főnök nevét. Na de, ennyi a vicces rész, mert hogy nem tudom. Szóval láttátok-e a rabszolgatörvénynek is, meg hát azért volt még ott egy-két törvényecske, arról is majd esetleg ejtsünk szót. Szóval a mai parlamenti történést. Az ellenzék megpróbálta megakadályozni azt, hogy a fideszes többség elfogadja a rabszolgatörvényt, tulajdonképpen erről szólt ez a mai obstrukciós próbálkozás. Elállták ugye a pulpitusra vezető lépcsőket, de hát megoldotta a fideszes többség ezt úgy, hogy Latorcai János a saját helyéről vezette tulajdonképpen az ülést. Hát elég nagy balhé volt. Mit szóltok ehhez? Nekem volt egy picit olyan érzésem, ja, és Tordai Bencének köszönhetjük azt, hogy élőben látunk, és tényleg test közelből mindent. Majd mondok néhány részt, hogyha kíváncsiak vagytok rá, ha esetleg nem láttátok. Szóval, hogy nekem volt végig egy olyan érzésem, hogy mintha most megszületne valamiféle ellenzék. Vagy ez csak egy pillanat? Való beleszerelmesedés. Mi 2010-ben átéltünk parázs pillanatokat, ugye bementünk, és akkor néztünk, mint ahogy mondani szokás, Rozi a moziban, de egyébként meg voltunk hatódva az első pillanatokban. És akkor simán így az MSZP-től átszóltak, hogy mi van nácikám, meg tudod, olyanokat, amiért simán bunyózik az ember, de simán a magánéletben. És akkor ültünk és lestünk az első pár pillanatban, addig, amíg az agyvagyuszi meg nem adta a kezdő lökést, és akkor onnantól fogva már mi is visszaszólogattunk. De hát ehhez képest egy babazsúr volt, komolyan mondom, egy Disneyland. Tehát már a 2010-es időszak a mostanihoz képest. És majd Sanyi, a te idődben voltak ennyire durva? Hozzáteszem azt, hogy ott az itt, amit te elmeséltél, itt az ellenzék cseszegette egymást. Igen. És igen, most, hogy belegázoljak a lelkedbe, azért, hogy egy másik megint. Jobbik volt még, hát most, ha az ember náci, mi a szart szégyelje, érted? Most mi kell hisztizni? De most... Ne mondjál ilyeneket. Izgalmas irányba kanyarodtunk. De már mondtam, hogy már ez megváltozott. Meg most se vagyunk náci. Ismerem az irányba. Hát most aztán végképp nem, én tudom. Akkor se. Jó, oké, majd előre csak vitát tavarjunk. Haverod az akkor is átszólogatott, amíg meg nem ígértem neki, hogy le fogom tépni a fejét. És ez így ment, igen. Majd végig megyünk az irodalmon. Erről, ennyit arra. Ennyit arra, hogy micsoda izé magasztos és milyen kemény pillanatok voltak. Volt kivonulás, az őrült nagy megdöbbenést okozott annak idején, ez volt a legnagyobb innováció, hogy kivonult a frakció a parlamentből, és egyszer nem szabadott. De az akkor azért megütközést keltett, és nem agresszivitást szült, illetőleg nem cirkusszá fajult. Hát de ez most már értelmetlen kérdés, igazából tényleg az a kérdés, hogy a Pista föltett. Hát? Én nem tudom rá a választ, jó, megcsinálták, tegyék, minden eszközt ki lehet, és ki kell használni. Ha ez a maradék eszköd, akkor ezt is. Mondjuk én egy ideje már megcsináltam volna. Hát pontosan ez a lényeg. Ez egy érdekes szituáció, és tök jó. Bármi egyébként, bármiből lesz valami, az olyan szempontból jó, hogy legyen már végre valami. Csak nekem ugye ez a problémám, hogy oké, most akkor itt kitört a parasztgyalázat, meg a kutyakomédia, csak mi a francot keresett az ellenzék? Tehát azért az mindenki számára világos volt, hogy ez egy diktatúra. Ez világos volt már április 8-a előtt is. Talán akkor kellett volna egyébként azt mondani, hogy nem leszünk ennek a diktatúrának, a parlamentjének a tortáján ilyen kis mazsolákok. Most már hát mazsolákokként kezelték őket. Ezen persze egyrészt fel vannak háborodva, érthető módon egyébként, hát az embert megpróbálják ki a munkahelyén lehetetlenné tenni, akkor idegeskedik. Másrészt meg azért ez jelentős mértékben egy showműsor is, hogy végre egy picit visszanyerjen az ellenzék abból a legitimitásból, amit szemmel láthatólag azért erőteljesen elvesztett. Tehát azért van ennek egy ilyen jellege is, de mindegy, engem nem az érdekel egyébként, hogy mi lesz ott a képviselőkkel, mit csinálnak, meg hogy csipolnak, az mur is lehet nézni, meg izgalmas. Tényleg az az érdekes, lesz-e ebből valami? Lesz-e egyébként általános sztrájk? Én nem hívnám rabszolgatörvénynek, mert ez a rosszabb, annál a rabszolgát el kellett tartani ebből a cselédtörvényből, vagy mi a franc egyébként. Lesz-e, veszik-e a szakszervezetek a bátorságot, hogy már Magyarországon a sztrájk, ezt nem teszi lehetővé, hogy legyen egy általános politikai sztrájk, hogy azt mondják, hogy de legyen, vagy az emberek kimennek-e az utcára, mint Franciaországba, vagy talán esetleg pont az, hogy mivel a politika nekünk annyiból
áll, és ez sajnos, talán fogunk akkor beszélni a rendszerváltásról is, mintha ez lett volna a programban. Ez így alapvetően egy ilyen elképzelésünk, hogy 4 évente politizálhatunk, hogyha megmutatkozik az, hogy ez már mennyire kiüresedett, hogy ezt is elveszik, hogy akkor esetleg ez megmozgatja az embereket. Na ezek a kérdések szerintem, hogy mi lesz belőle, hogy mi van, az csak egy show. Szerintem minimum 3 szintet kellene meghatározni, amin ez a vita le kellene, hogy folyjon. Az első, kicsit úgy éreztem, mint az elején magam, hogyha egy sporttévé mi lennénk itt a szakkommentátorok az ökölvívó mérkőzés első menete után. Jó, ez is egy szint, értik, hogy a parlamentben mi fér bele, meg mi nem. A másik szint szerintem az, hogy mi lesz az ellenzék és a kormány viszony, és lesz ellenzék, lesz társadalmi támogatottsága. És van egy harmadik szint, és szerintem erről beszélünk a legkevesebbet, majd hogyha erre terelődik a beszélgetés, én aktívabb leszek, hogy miről szól ez a törvény. Szerintem arról a kormány sem nagyon beszél, meg az ellenzék se. Tehát ez a téma, hogy Magyarországon munkaerőhiány van, és valamit lépni kell, és az ellenzéknek is valamit mondani kell, lenne, hogy oké, ez rossz, de hogy egyébként mi erre a legitim válasz. Erről, hát persze, világos, csak szerintem erről is kellene beszélni, hogy a kormánynak ez a törvény, ez persze lehet rabszolgatörvénynek, meg cselédtörvénynek nevezni, de valamiféle válasz egy reális problémára, hogy Magyarországon nincs munkaerők, azt a választ választották, hogy azt a megoldást keresik, hogy akkor azt a kevés embert, aki itt van, azt többet dolgoztatjuk. Ez egy matematikai lehetőség. Tehát az amúr is az egészben, hogy pont egyébként ezt tenni, hogy mondjam, nagyon erős alkupozícióba a kizsákmányoltakat, akik most még jobban ki akarnak zsákmányolni, hogy ebben a szituációban igen, kevés Magyarországon a munkaerő, tehát hogy a kormány tulajdonképpen előre menekülve tett egy elképesztő kétségbe esett lépést, és ezt, hogyha nem használják ki olyan értelemben, hogy de most akkor mi szabjuk a feltételeket ebben a szituban, akkor megtagadjuk a munkaerőnk eladását, ugye? Ez a legegyszerűbb dolog lenne. Csak valahogy nincs már benne a tudatomban. Tehát nem most kellene az, hogy a szakszervezetek mondjuk de ha ők nem, alapvetően ez lenne a feladatuk, én úgy gondolom, de ha nem teszik, akkor menjenek az emberek az utcán szakszervezetek nélkül, csináljanak újakat. De miért nem teszik? Azért, mert nem ezt átéltük mi is ezerszer, hogy most kéne kimenni az utcára, most kéne egy nagyot tiltakozni, de tudtuk, hogy nem fogunk tudni 5000 embernél többet kivenni, vagy kivinni, vagy még 500-nál sem, és akkor meg röhelyessé válik ez az egész. Hát itt a különbség a magyarok meg a franciák között. Nézd meg, azok egy 25 forintos adó miatt fölgyújtották egész Párizs, nem mintha egyetértenék vele, már legalábbis a végkifejlettel, mert ott egy csomó idióta. Hát nincs még végkifejlett. Vagy még nincs is végkifejlett, de mármint a lángoló autókat értem. Nálunk meg egy ilyen elképesztően kemény, az egész társadalmat érintő kérdésben azt mondják a szakszervezetek, hogy várjunk, mert most jönnek az ünnepek, majd utána legközelebb, talán január közepén jön el a pillanat, amikor meg tudjuk szólítani az embereket, hogy menjünk ki. De igazából nagyjából ezt mondják sajnos. De ezt mondják. Már egyáltalán előkerült, hogy az a szó, hogy sztrájk, de nagyjából, hogy majd elkezdjük szervezni a sztrájkot. És majd január közepén, hát igen, akkor, akkor miről beszélünk? Robi. A francia az Európa legöntudatosabb és legaktívabb és legszolidárisabb társadalma, vagy az egyik ezek közül. Alig ha véletlen, hogy éppen Franciaországban született meg a polgári társadalom. Magyarország meg alig ha nem az talán a legkevésbé szolidáris, legkevésbé aktív, legpasszívabb, legbeletörődőbb társadalma. Itt a legcsekélyebb a szolidaritás, itt a legnagyobb fokú a tanult szolgaságnak a mértéke, sajnos. Ez egy szomorú tény, hogy itt Magyarországon mindenki a hatalom fejével gondolkodik. Ezt a hétköznapokban is lehet látni és érezni, hogy amikor politikáról beszélget az ember másokkal, akkor nem a saját véleményüket mondják, hanem próbálnak habonykodni, próbálnak ravaszkodni, próbálnak úgy spekulálni, ahogyan a hatalom spekulál. Hogy gondolná ezt át Habony Árpád? És akkor próbálnak erre rácsatlakozni. Tehát, hogy itt a jó már nem önmagában áll, meg a rossz nem önmagában áll, hanem Orbán Viktorhoz képest. Orbán Viktornak akkor a gravitációs tere van, hogy meghajlítja az elemi erkölcsöt. Így maga felé. És és mindenki ebben van, és mindenki ebben él. És az igazság az, hogy ezért nem tud működni a szolidaritás, meg a munkavállalói érdekvédelem, mert itt mindenki a seggét félti, senki nem vállalja az elemi kockázatot, és ezért aztán, mivel senki nem vállal kockázatot semmiért, ezért aztán az egész rendszer
nem csak a struktúrájában, a felépítésében egy ilyen monolit tömb, hanem a magyar társadalom is egy ilyen nehézségi erő, egy ilyen tanult nehézségi erő által gyakorlatilag kimozdíthatatlan az apátiából, kimozdíthatatlan ebből a tanult passzivitásból. És amikor valami látszólag megindulna, vagy éppen, hogy meg tudna mozdulni a társadalom, akkor a hatalom úgy működik és úgy viselkedik vele szemben, mint az a horgász, amelyik fárasztja a halat. Amikor a társadalom éppen gerjedne, így megmozdulna, akkor így egyszerűen el kell venni tőlük, oda kell adni nekik azt az ügyet, amit éppen akarnak. Csak nehogy meg tudjanak szerveződni a rendszer ellen. És akkor visszazuhannak ebbe a passzivitásba. És az igazság az, hogy ez még évtizedekig eltarthat. Ez nagyon érdekes megnézni a statisztikákat. Van kétféle ilyen statisztika, az, hogy mennyire elégedettek az emberek az országban az életükkel, ilyen európai statisztikák, és Magyarország a legelégedetlenebbek közé tartozik. Azt hiszem, hogy marha elégedetlenek az emberek azzal, hogy folynak a dolgok. És akkor ott a másik statisztika, hogy mennyi manifest társadalmi elégedetlenség van abban az országban, tüntetés, sztrájk, de most akármi. Magyarország meg az utolsók között van. Tehát ez a kettő között, ebben a gebben, ebben a hézakban vagyunk. Ez még, a társadalom. Még az sincs, Robi, amit mondasz, hogy akkor ugye megengedi a Damilt a horgász, tehát odaadja a Damilt egy picit, hogy hagyd menjen a hal, és akkor majd újra meghozza. Itt még meg sem engedik a Damilt. Azt a franciák engedik meg a Damilt, ők dobják oda, amiért a nép kín van az utcán, hát most legalábbis ez történt, vagy legalábbis egy. Nálunk még az se. Nálunk beláll a kormány, sőt elmegy Kósa a tévékbe, és azt mondja, hogy ez igazából miattatok van, gyerekek. Emlékszünk, amikor a netadó miatt utcára vonultak az emberek, Orbán Viktor eltörölte a netadót, és az emberek már nem tudtak. Már nem tudták megszervezni magukat nagyobb célok érdekében. Mondj még egyet, több nincs. Nem, de ez jelentős szimbolikus, vagy nem annyira jelentős dolgokért működik. A netadó izgalmas volt a maga módján, tehát a mögötte levő gondolat, hogy erre is ráülni, ezt is megadóztatni, ezt is még jobban kontrollálni, de valójában igen, a súlya nem volt óriási. És éppen ezért nyugodtan vissza lehetett vonni. Ez egy ilyen, igen, egyébként, mint a hala horgász, vagy fárasztási szituáció. Egy kicsit egyébként, bocsánat, szerintem a parlamenti cirkuszok is ebbe tartoznak. Ott ki lehet engedni a gőzt. Szelep az ország seggén. Ez nem értek egyet, ami a parlamentben zajlik, azt mondom, hogy az ellenzék próbálja keresni a lehetőséget, hogy valamilyen ügy mentén átmenjen ellentámadásba. Tehát ebben én szerintem már csak az ismerő, hogy friss élményeim vannak még viszonylag. Legyünk megértőek, hát nem olyan sok ügy volt, amit a kormány engedett egyáltalán az ellenzéknek. Most természetesen mindenki megpróbál erre rácsatlakozni, és ezért nem hiszem, hogy el kell ítélni az ellenzéket. Annyi maradt, hogy ott kifeszítenek egy kis transzparenst, tehát fölmennek a pulpitusra. Hát 2010 és 2014 között sem volt már sokkal több, most sincs sokkal több. Csak én megint azt mondom, hogy megint abból a szempontból beszélgetünk erről, hogy most ellenzék meg kormány, csak szerintem érdemes volna ezt megvizsgálni, mert senki nem vizsgálja, vagy nagyon kevesen, hogy oké, de mi van, ha a kormány egyébként meg akar oldani egy problémát, csak rosszul? Ja, nem. Mert itt van egy probléma. De itt van sokkal probléma. Többről van szó, mi az, hogy rosszul, Gábor? Hát rosszul. Ez nagyjából, ugye a Robinak a kedvence a 20.-21. század, ez a 19. század, itt kezdődött annak idején a munkás mozgalom, de hogy nem. A 8 óra munka, 8 óra pihenésnél, és most ráadásul ezzel a döntéssel, ebből tudnék, az következik, hogy az az ember most túl azon, hogy 400 óra, meg 3 éves elszámolás, ilyen értelemben rabszolgatörvény, mert egyébként még röghöz is költi a proletát, mert nem fizetik ki. A jó Isten tudja, tehát, hogy meg akar mozdulni a munkaerőpiacon, egyáltalán nem kap, biztos, hogy pénzt kap, sőt, lehet, hogy neki kell fizetnie, de ez, hogyha az átlag óta bélevetíted, ezzel a túlmunkával, ő most effektíve kevesebbet fog keresni. Ezzel egyetért. Darabra. Ezzel egyetért. Na, egyébként, bocs, ezért nem rabszolga a törvény, amit mondtál. A rabszolga nem kapott, nem 4 év múlva kapta meg az ebédet, tudod? Ezzel egyetértek, én meg azt mondom, hogy van egy valódi probléma, amire a kormány valamilyen választ ad, ami rossz, ebben egyetértünk, milyen válaszok adnak. Másik válasz, mondjuk, amit Nyugat-Európa csinál, hogy migráció, hozunk be olcsó munkát. És harmadik válasz, hiszen nem ezt kéne az ellenzéknek lényegében felfesteni, vagy felrajzolni, vagy kitűzni a zászlóra, amit mi már korábban ki is tűztünk, a bérunió. Csak ez egy európai feladat. Tehát ezt Magyarországon nem lehet az örökké termő fáról a béremelés leszedni, hanem egy európai ügyé kellene tenni, és hogyha lenne egy normális kormányunk, akkor az nem fantom ellenségekkel harcolna az Európai Unióban, hanem például azt mondani, hogy európai szinten vessük föl a bér felzárkóztatás kérdését,
kérdését, és tegyük az Európai Uniót egy szociális unióvá. Ez volna a feladat, és az ellenzéknek szerintem ezt azért jobban kellene deklarálnia. Ez biztos, ezt magyarra fordítsuk le, ez azt jelenti, hölgyeim és uraim, hogy a bérekkel lehet valójában azok érdekében harcolni, hogy mondjuk a munkavállaló fokozott kedvel helyezkedjen el magyarországi munkahelyeken, és ott maradjon. Egyébként ez a törvény döntően a jövő befektetőinek szól, mert egyébként csak csöndben jegyzem meg, hogy eközben az Audi munkásai szakszervezetei jelentős béremelést tudtak kiharcolni, ennek az egész históriának a háta mögött, de ugyanez történt a Mercedesnél is különben. Mert hogy úgy egyébként azt mindenki tudja jelentően, és ebből egy nagyon fontos dolog következik még, ez kicsit apokaliptikusnak fog jelenteni, hogy itt nem azokról a befektetőkre gondol a kormány, mint a Mercedes, meg az Audi, meg az ehhez hasonlóakhoz, hanem azokhoz az élő munkát követelő tömegmunkára gondol, amit mondjuk akár, ha nem is lehet mondjuk például automatizálni. De ez már a betanított munka szintje, tehát a következő hónapokban és években én azt várom, hogy jönnek tovább a gumigyárak. Én még azt is tudok, hogy semmiféle jövőbeli cél nincs, egyszerűen csak egy a jelenlegi kritikus helyzetre egy ilyen kétségbeesett azonnali választ akar adni a kormány. Már most baj van. Hát igazából a nem gyarmati kormány gyarmatosítást végez Magyarországon. Tilat, csak a bérunióra, hogy elmondjam, hogy mit mond a... A bérunióra, bocsáss meg. Már az átlag fideszes választó most pillanat ebben a helyzetben azt mondja, hogy oké, nem élünk olyan túl jól, de sokkal jobban élünk, mint régebben, és ez a kormány legalább ad, meg ha három gyereked van, akkor azért micsoda adókedvezény, meg hajzé, és a többi. De azt mondja, Csak annak, aki ezt mondja, annak a gyereke, meg az unokája azokban az országokban vándorol el, amiről egyébként az anyuka, meg a nagyszülő minden nap meghallgatja az M1-en, hogy ez egy szörnyű ország, mert ott elvágják a torkodat. És nem veszi észre, hogy a saját gyereke, meg az unokája valamiért mégis oda menekül ezekbe az országokba. Szóval itt persze, én megértem ezeket a válaszokat, csak van egy olyan elvándorlás a magyar történelemben talán először, aminek nincs demográfiai tartaléka. Voltak már elvándorlások az elmúlt évszázad során, meg korábban is, csak ennek most az a kritikus problémája, hogy nincs tartalék, nincs ami ezt pótolja. És ez most már jön föl a lefolyóból, ez a probléma, és az Orbán kormánynak ez volt az első ötlete, hogy akkor ezt a kevés embert, akit még itt tudtunk tartani, azokat most akkor dolgoztassuk. Na, hát volt már ilyen népvándorlásunk a dualizmus idején, és az is írdatlan problémákat okozott, de az egész tényleg, szerintem századszor idézem be itt Orbán Viktort, a Szaúd-Arábia üzletemberekkel tárgyalva, igen, aki közölte, hogy olcsó munkaerőt tudunk biztosítani, mert nálunk igen flexibilis vagy, rugalmas. Nem is tudom, rugalmas a munkatörvénykönyv. Hát most egy kicsit még rugalmasabb. És van szakszervezetmentes övezet, ha már felvetettétek, ne haragudjatok, akkor még a kiegyezés korától egy kicsit idébb lépnék, hogy azért tegyük hozzá, hogy az elmúlt 30-valahány év, és ez érintkezik a rendszerváltás problémájával is, minden szinten, minden körből, minden politikai tényezőtől, mindenféle értelmiségi körből a szakszervezetnek, mint olyannak, mint ilyen szervezetnek a totális eliminálásáról szólt az első gesztusa igazából minden kormánynak és korszaknak annak idején az volt, hogy szét kell kúrni a szakszervezeteket, és sikerült is. Cseszni. Erkölcsileg, politikailag, mindenféleképpen tekintélyüket vesztettem intézményen. Tehát ezeknek újra kell épülnék, biztos, hogy ők is hibásak. Amit a Péter mondott, hogy Magyarországon a legnagyobb az elégedetlenség, ugyanakkor meg a legnagyobb a passzivitás. És egyek között van egy látszólagos ellentmondás, amit nem oldunk föl, hanem hát mi vagyunk a feloldása, kvázi a mi lelki alkatunk nekünk magyaroknak. Ez hogyan lehetséges, ez miért van? Mert hogy itt egyáltalán nincsen hagyománya a közösségi érdekérvényesítésnek. Nem tanultuk meg, hogy hogyan kell közösségileg érdeket érvényesíteni, csak egyéni érdekérvényesítés van. Mindenki a saját szerencséjének a kovácsa. Tehát, hogyha te elégedetlen vagy az életeddel, arról soha nem a rendszer tehet, és neked nem is kell szolidárisnak lenned senkivel a családodon kívül, te neked a családodért kell küzdened, és az egyéni érdekérvényesítés frontján kell megharcolnod azért, hogy jobb legyen az életed, mert senki más nem tehet arról, hogy a te életed rossz, csak és kizárólag te. Ezt pedig úgy hívják, hogy Stockholm-szindróma.
Ez a magyar társadalom, ez egy Stockholm-szindrómás társadalom, nem lehet oka senki a bajának, értelemszerűen csak ő saját maga. Ennek megfelelően nem is kell szolidaritást tanúsítania senkivel, nem kell sztrájkolnia senkiért, mert nincsen nagyobb érdek, mint az én érdekem, meg a vérségi kapcsolataim, kvázi a családomnak az érdeke. Én nekem a saját gyerekemért, meg a saját családomért kell küzdenem. Az igazság az, hogy ezt a Stockholm-szindrómát a magyar társadalom a Kádár rendszerben Ebben nagyon sok igazság van, illetve szerintem nagyjából így működik, csak ez nem kizárólag Magyarországra jellemző, mégis itt feltűnő ez a gap, ez a rés, az elégedetlenség és a passzivitás között. Bocsánat, Péter, szabadba vágtam, szerintem egyetértek a Robi diagnózisával, csak én nem a Kádár rendszerig mennék vissza, hanem azt mondanám, hogy 500 év kulturális evolúciójának vagyunk az áldozatai. Hát 500 éven keresztül, amióta a török ugye elfoglalta Magyarország egy jelentős részét, nincs olyan élményünk közösségileg, tehát a kulturális tudattalanunkból vagy tudatunkból kiszelektálta az elmúlt 500 év azt az élményt, hogy mi közösen a saját szabadságunkat, sorsunkat alakítani tudjuk. A törököt nem mi üldöztük ki. A törököt a Habsburgok üldözték ki. A Habsburgot nem mi váltottuk le, csak hagyd mondjam végig. A Habsburgot nem mi váltottuk le, a Habsburgot az első világháború váltotta le. Horthy Miklóst a németek váltották le, a németeket az oroszok váltották le, az oroszokat a hidegháború vége váltotta le. Kit váltottunk mi le? Senkit. 500 éve senkit nem váltottunk le. Azért voltak szép pillanataink, amikor valami nemzetközi rés nyílt, egy kis vákum, akkor 1848-ban, vagy 1700-as évek elején, 1848-ban, 1956-ban, nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, de nem tudtunk 500 éve rendszert látott. Szerintem ez azért ez itt inkább a dualizmustól ered, és az osztrák-magyar monarchiától, és egy olyan kettős szerep egyébként, hogy fölfele ugye mindig rugdalódzás van, de ugyanakkor nyalás is, ugye egy kettős szerepben van a magyar, egyrészt elnyomó, egy másrészt elnyomott, és ezt aztán utána a Horthy rendszer, és nagyon fokozottan egyébként a Kádár rendszer ápolta ezt a fajta mentalitást. A legvidámabb barak, a kiröhögjük a többi szocialista országot. Ezt így még nem gondoltam végig, de ez most így fájt. Bármi. Kár. Hát ahogy elmondta Gábor, mert így nem gondoltam még végig, de tényleg. Egyébként szerintem a Kádár rendszerben még valami rosszabb volt a helyzet, én legalábbis úgy éltem meg azt az időszakot, ha majd úgy beszélünk a rendszerváltásról, hogy volt ott közös, csak a közös volt az, ami vihető, lopható, ami senki, aminek nincs értéke. Most nem az a közös. Mi most is csak túlélésre játszunk. Mindig más a közös. Nekünk ezt az Orbánságot, ahogyan korábban a Habsburg uralmat, ahogyan korábban az orosz megszállást, ahogyan korábban a török megszállást, ezt át kell vészelnünk valahogy, és majd valaki kívülről felszabadít minket. És várjuk nyugatról, hogy majd a nyugat, meg mintha ez a 30 év nem lett volna elég arra, hogy megtapasztaljuk, hogy nem jön a nyugat, nem érdekli a nyugatot. Egyáltalán. A nyugat Magyarországra úgy gondol, mint az autógyáraihoz szükséges munkaerőre. És azt Orbán Viktor felkínálja neki ezüsttálcán, ennek megfelelően a nyugat nagyon elégedett azzal, ami Magyarországon van. Csak azt várod el, Robi, most a magyar társadalomtól, ami 500 év kulturális evolúciója, ezeket a kulturális reflexeket kiszelektálta belőlünk. Most azt várod el, hogy 500 év ilyen szelekció után a magyar társadalom megfelelő módon reagáljon egy bizonyos helyzetre. És csodálkozunk, hogy nem. De 56-ban tudott. Itt szokott jönni az a rész, amikor azt írják a nézők tömegei, hogy oké, már megint a sivalkodás, és akkor mondjatok valami alternatívát, mondjatok valami útvonalat, mondjatok valamit, amit tenni lehet, és ezt hagyd tegyek hozzá egy friss élményt, hogy megint is sivalkodjak egy kicsit, hogy ugye az Óbudai Egyetemet hallottátok? Tehát, hogy úgy néz ki, hogy fel akarják őket szabdalni, és a pártjával berakni mindenféle. Tehát, hogy lehet, hogy meg is szűnik akár az Óbudai Műszaki Egyetem. Hogy lehet, hogy megszűnik, a pázmánnyal alá akarják berakni őket. Összeült a szenátus, és egyhangú szavazással titkos ülésen, elfogadtak egy ilyen akármit, hogy azt alá kell írni a diákoknak, akik akarnak tiltakozni. A szöveg arról szól, hogy óvjuk meg az Óbudai Egyetem hagyományait. Tehát amikor már ott van a kés a nyakukon, tudják, hogy végük van, akkor se azt mondják, hogy harcba diákok, hanem hogy óvjuk meg, tehát hogy úgy akarnak tiltakozás jellegű dolgot, igen, hogy nehogy az legyen, hogy ők magukra húzták. Tehát itt folyamatosan ez megy, óvjuk meg a szervilizmus hagyományait. Az egész magyar értelmiség ezt csinálja, gyerekek. Na, de mutassunk ki útot. Nem csak az értelmiség. Mindegy, ez nekem régi veszőparipán. Egyébként a szakszervezetekre visszatérve, vajon a Jimmy Hoffa is ennyit hozott ki volna ebből a helyzetből? Na, de mi történt Jimmy Hoffával?
óvjuk meg a seggünket a hatalomtól. Óvjuk meg saját magunkat a hatalomnak a bosszújától, mert tudjuk, hogy a hatalom kegyetlen, és tudjuk, hogy itt a Kárpát-medencében, itt a félperiférián mindig és csak is a hatalom szabályoz. Ez egyébként az 84, kéne egy ilyen póló mindannyiunkra, hogy vigyétek el Júliát, ne engem. Tehát itt tényleg erről szól az egész történet. Kiszerkeszteni. Okay. De hát én az előbb elmondtam, basszus. Általános sztrájk. Igen, tisztelt ellenzék, pedig vonuljon már ki végre abból a nevetséges parlamentből, és próbál, csináljon agórát a Kossuth. Nekem még csináljon egy, vagy egy árnyék parlamentet. Vagy bármit. És bármit versenyeztesse a saját árnyék parlamentjét azzal a Kövér László által vezetett kvázi hivatalos népképviselettel, ami a Kossuth téren ülésezik, és versenyeztesse, és közvetítse, és tehát hívja ki az illegitim hatalmat, de a helyzet az, hogy eszében sincs. Tessék, itt ez például egy konkrét ötlet. Menjenek el egy épületbe az ellenzéki képviselők, figyeljék, hogy az úgynevezett Magyarország parlamentje mit tart éppen programon, és csinálják meg ennek a vitáját, csinálják meg a szavazásokat, ők önmaguk. Közvetítsék élőben, közvetítsék párhuzamosan, közvetítsék az internetet. Tessék. Azért azt a megérdést, hogy tegyem már hozzá, ez kétszer megfordult már a magyar történelemben, hogy kivonult az ellenzék a parlamentre, aztán alig fél év és egy év múlva vissza is kusolt. Az az igazság, hogy a kérdés nem így vetődik fel, úgy vetődik fel valójában, hogy hogyan tud, tehát hogy lehet, milyen eszközökkel lehet azt elérni, hogy ezekkel a szándékokkal azonosuló tömegek és tömegérdeklődés létrejöjjön. Mert az a helyzet, hogy ugye egy kicsit visszautalva a szakszervezetekre, a szakszervezet nem a izéből áll, a hivatali apparátusból, hanem a tagokból, a tagok számosságából, a sztrájk alap nagyságából, a befizetett tagdíjakból. Na, mindaddig, amíg ennek hiánya van, addig olyan nagyon-nagyon nagy komoly sztrájkok sem. Nőnapi ajándék azért szokott lenni. Nőnapi ajándék azért szokott lenni. Jaj, Péter, már azt kérdezted, hogy mi a kivezető út. Szerintem egy ilyen szituáció nagyon nehéz. Tehát, hogy itt én is csak hangosan gondolkodom, ezt, amit a Robi mondott, ez az árnyék parlament, vagy egy ellenzéki, nem tudom, alternatív parlament, ez egy jó ötlet. És szerintem ez önmagában modellezi is, hogy mire volna szükség egy ilyen szituációban, heroizmusra. Tehát, hogy szerintem egy ilyen félig meddig alvó tömeg számára azért legbelül biztos, hogy ott van az a fajta alapvető emberi szabadságvágy, ami szerintem nem kiírtható az emberből. Persze lehet, hogy naív vagyok. De ez csak úgy lehet megszólítani, hogyha valaki lényegében keresztre feszíteti magát, mint Jézus Krisztus, és akkor egyszerűen a Római Birodalom rá 200-300 évvel átvette a kereszténységet. Tehát, hogy itt kellenek olyan emberi áldozatok, most nehogy félreértse bárki, tehát nem fizikai áldozatra gondolok, hanem olyan emberi áldozattételre, amit valakiknek be kell vállalni. Valakinek el kellene kezdenie kockázatot vállalni. A probléma az, hogy még az ellenzéki képviselők sem vállalnak semmiféle kockázatot, még csak annyi kockázatot sem vállalnak, hogy mondjuk hátat fordítsanak Kövér László üléstermének, és egy alternatív ülésezést hozzanak. Hogy várhatják el az állampolgároktól, hogy kockázatot vállaljanak? Mert ők azért lényegesen nagyobb kockázatot vállalnak, és lényegesen kisebb a felelősségük, mint egy képviselőnek, aki a nép képviseletére esküdött föl. Hát igen, ez a probléma az egész. Az a probléma, hogy itt alapvetően arról van szó, hogy egy csomó ember, akinek ez az érdeke, most itt konkrétan az ellenzéki képviselőkről beszélek, pártól függetlenül, azok egyszerűen ragaszkodnak az egzisztenciális kis biztonságukhoz. Itt egy, meg a pártjaik egzisztenciális biztonságaihoz, mert megint csak arról van szó, hogy kívülfelé ez összezár, ez a ugyanaz a romlott politikai elit tulajdonképpen. Egyébként, ha már itt ül a Puzsér, szóval nézzük meg azt a gyűlöletkampányt, amit ellene levezérelnek most a pártok. Miért? Nem azért, mert üvöltözik, meg miket mond, az csak a szöveg. Azért, mert kívülről jött. Azért, mert megbomlasztja ezt az egységet, mert a bávatag mancsával, az ő civil mancsával így hozzá akar nyúlni a politikához. A francba, a politika mindannyiunk ügye. Szóljatok az elődnek, hogy gyújtsa föl magát a parlamentet. Egy dolgot hagyd tegyek, hogy egyrészt azért úgy... Ennyi. Ez ilyen nagyképűen hangzik, egyébként ne kívülről beszéljünk erről, és ne szarjuk le saját magunkat sem. Mondjuk például az egy innovációs aktusa, például, hogy a Robi elindult főpolgármesternek. Az, hogy itt ülünk,
és ez van, ez az, ez egy hosszú menetelés lesz, szeretném felhívni erre a figyelmet. Aztán figyelj Péter, komolyan mondom, mindent abból levezetni, hogy a politika csak reténekből és korruptokból áll egyébként. Nem, ez a, politika mindenkiből kérem, hogy most befejezem az Isten áldjon. Csak nyugodtan. Igen, persze, minden. A parlamenti politika az arról szól, hogy ott képviselők vannak. Sajnos ez bármilyen helyzet is lesz, képviselő fognak ülni a parlamentben, gondolom nem vér, hogy mi az Isten népgyűlések között. Bár lehet ezt is csinálni, ugye, mert állítólag idealisztikusan el lehet ezt képzelni. De azt akartam még kinyugni ehhez, hogy... Már mit? Hogy, jó, tudod Péter, mindig elmondod, hogy ezek mind szarok, nem, ráadásul te azt mondod... Nem fejezted be a mondatot. Ráadásul azt mondod, hogy legyen hát igen, mert föl... az anyamat. De jó, mert azt mondod, hogy csináljanak általános sztrájkot. Ők. Nem. És te mi a lószart csinálsz? Mi csináljunk általános sztrájkot, pont erről beszéltem. De te nem tudsz sztrájkolni. Hát hogy ne tudnék sztrájkolni? De most mi ellen sztrájkolni? Föl kell, azt kivegyem. Miért? Igen, hogy innen kimész. Figyelj, még olyan is volt, valamelyik dél-amerikai elnök, meg nem mondom már melyik, amikor általános sztrájk tört ki az országban, jó, ez csak egy vicc volt, de azt mondta, hogy oké, hát egyetértek a sztrájkolókkal. Én is sztrájkolok magam ellen. Volt ilyen. Miért nincsen sztrájk? Mert mindenki úgy áll hozzá, hogy én részt veszek a sztrájkban, de akkor mindenki. De akkor mindenki részt vegyen a sztrájkban, mert ha valaki nem vesz részt a sztrájkban, vagy mondjuk, akkor engem ki fognak rúgni. Akkor engem, ha mindenki részt vesz a sztrájkban, én szívesen megyek sztrájkolni, mert akkor biztos lehetek abban, hogy nem fognak kirúgni. Ezt hívják úgy, hogy szolidaritás. Ha teljes körű és erős a szolidaritás, akkor bárki sztrájkolhat, és senki nem vállal kockázatot, mert a kockázatot a közösség megosztja. Csak ez nem történik meg, mert Magyarországon olyan csekély a szolidaritás, hogy még már a sztrájk törésig sem jutunk el, mert egyszerűen senki nem, mert a felvetéséig sem jutunk el annak, hogy esetleg sztrájkolni kéne. Proaktív sztrájk törés van, tehát ugye előre megint. Egyébként meg kitenné így tűzbe a kezét a szakszervezeti vezetőkért, most őszintén. Jó, és értünk. Azért vezetők nem, hogy akkor ezt, amit itt a Robi elmond, azt fölvezessék a saját lennének vezetők, hogyha ezek rendes szakszervezetek lennének, és ezek valódi szakszervezeti vezetők lennének, de hát de ezt mondom, nincsenek szakszervezeti hagyományok. Nem a vezetőkön múlik, meg a szakszervezeti vezetőkön, hanem ez egy társadalmi tehetetlenség, amit itt a Robi Stockholm-szindrómának nevezett, ebből fakad, tehát ebből kell főzni. Tehát ez az alapanyag, és ebből az alapanyagból úgy tűnik, hogy nem lehet csinálni paelját, vagy nem tudom micsodát, csak mondjuk bundás kenyeret. Menjünk vissza a rendszerváltáshoz, mert hogy elhangzott most ez is, és amúgy is felírtam, meg el is küldtem nektek, ugye, micsoda titok. Már én elfelejtettem volna egyébként ezt a rendszerváltás dolgot, de most hirtelen bekerült megint a közélet. Nekem ugyan nem jutott eszembe, de hogy Orbán Viktor ugye tegnap Antal Józsefet méltatta. Egyrészt másrészt meg ugye felkérték Kúnya Imrét, hogy készítse elő a rendszerváltás emlékévét, mert hogy lesz neki olyanja is. És arra gondoltam, hogy ennek apropóján beszéljünk egy kicsit a rendszerváltásról, hogy nektek milyen volt, ti hogy éltétek meg, hogy gondoltak most erre vissza. Ugye ez egy nagyon népszerű. És egyszerű vélemény, amikor azt mondják, vagy azt mondjuk, hogy nem is volt igazából rendszerváltás. Egy rövid történetet elmondhatok simán mi, hogy én hogy éltem meg. Én 16 és fél éves voltam, és ugye akkor hoztuk létre a Sátorihelyen a Fidesz alapszervezetet, és kevesen voltunk, úgyhogy engem küldtek a Városi Szavazatszámláló Bizottságba, ahova le is mentem este 8 órára, hogy majd én ellenőrizzem a szavazatok számlálását, és ahonnan hazaküldtek, mert hogy nem voltam még 18 éves. Úgyhogy én egy kicsit pityeregtem a rendszerváltáskor, megmondom őszintén, mert nagyon szíven ütött, erre nem készültem, hogy csak 18 éves emberek vehetnek részt. A rendszerváltás eredménye az... Na szóval, de hogy igen. Anarchista, a volt komcsi, a 16 éves, a leendő polgármester, a leendő miniszterelnök meg a szélsőjobbos ül egymás egy asztalnál. Társadalmi munkában. Ez úgy kezdődik, mint egy vicc. Mint egy vicc. Körön kívül, és szidja a górét. Na ez a rendszerváltás, gyerekek, aki pedig abból a bölcsőből kelt ki, annak az alomnak a ruháit vette föl, és annak az embernek az egyetemére járt, aki ellen most szabadságharcot hirdet. Abszurd az egész. Hát olyan, mint egy ilyen Guy Ritchie film. A kérdésed rá, mint abban az értelemben érintettem, amelyben 30 éves voltam, és a kerekasztal tárgyalásokon volt szerencsém részt venni a szakszervezeti oldalról. Hát nem
akkor mint izé. Na, azok is olyan. És akkor most mi az, és most mind mulatsz, mondd már meg, Pisti. Én nem mulattam, Robi, csak Robi mulatt. Én nem értettem ezen, de nem volt, de én csak őt láttam. Jó, oké. Na, én, nekem volt egy nagyon karakteres élmény ebben az egész históriában. És hát így szitu is így volt. Ültem az asztal mögött meg, és így hallgattam, végigültem nagyon sok tárgyalást. És akkor megfogalmazódott az a gondolat, csak ezt az egyetlen eseményt vagy élményt fogom kiemelni, hogy na és akkor Magyarország szociális piacgazdaság lesz. És nekem csak egyetlen egy kérdésem volt, amit azért nagyjából mindenki, nyilván azért, mert tök laikus vagyok és tök hülye, hogy azt mondjátok már meg nekem, ha piacgazdaság, akkor van magántőke, és van magántulajdon. Ki a jó Isten fogja, hát nem ezt a szót használtam, akkor mi? Igen. Világra hozni a tőkést, a kapitalistát. Hogy fog az megszületni? Miből? Milyen technikával? Meg egyáltalán. Na mondjuk én abban látom ennek az egésznek részben a tragédiáját, de alapos tragédiáját, hogy erre a kérdésre senkinek nem volt se bátorsága, se ötlete, se innovatív. Némi variációk voltak itt a munkás tulajdonnal, meg itt tudom én, meg ilyen bónuszokkal, meg ezzel azzal amazzal, ahol egyébként használták a fantáziájukat, egy kicsit jobban is sikerült, mint a cseheknél, meg a szlovéneknél. De én ezt, nekem az, akkor ez volt az alapvető hiányérzetem, és szerintem az egy nagy dráma, hogy erre nem volt épülő válasz. Persze jobban sikerült, mint az oroszoknál, mert ugye az oroszoknál nem kézrátétellel csinálták, hanem hogyha ketten értek oda, akinek nagyobb puskája volt, az itt el. Jó, hát egyébként ott igen, a titkos szolgálatokon, meg a fegyveres erőkön alapult a reprivatizáció, vagy privatizáció. Nekem egyébként szintén volt egy ilyen szimbolikus rendszerváltási élmény, ami még a szocialista néphadseregbe vonultam be 88-ban, és már a kapitalista Magyar Honvédségtől szereltem le. A rendszerváltás idején volt egy hét, amikor közölték velünk egy ilyen sorakozón, hogy innentől kezdve a megszólítás nem elvtárs, hanem úr, és egy hetes laufot kaptunk arra, hogy erre áttérjünk, aki egy hét után is még véletlen az elvtárs jött volna a nyelvére, azt fogdával büntették, úgyhogy az elvtársak hirtelen urakká váltak, valahogy minden ugyanolyannak tűnt, és ugyanaz a mocsok volt az egész hadsereg. És nem akarom azt mondani, hogy a rendszerváltás teljes egészében ilyen volt, mert valóban ilyen túlegyszerűsítés ez, hogy nem történt meg rendszer. Volt itt rendszerváltás, volt egy szörnyű privatizáció, megtörtént azért a magyar ipar, meg a magyar mezőgazdaság, hát hogy mondjam, széthordása, megtörtént nem csak a nomenklatúra elitnek egyfajta átmentése, mert az teljesen egyértelműen megtörtént, hanem bizony megtörtént alaposan annak a mentalitásnak a továbbélése és megerősítése és átmentése, amiről itt az előbb már beszéltünk. Voltak a rendszerváltásnak egyébként pozitívumai is egy ideig, most viszont azt hiszem 2018-ban én igazat adok Orbán Viktornak, azt nem tudom, hogy mi történt volna, hogyha Antal Józsefnek annak idején kétharmada van, de az biztos, hogy mintha a rendszerváltás már úgy meg is semmisült volna, hogy valahol ugyanott ülünk, mint 1988-ban, mert akkor ilyen látszott már valami fény az alagút végén, mint hogy egy megfordult volna az idő, és visszafelé tartanánk ugyanabban az alagútban, csak egy kicsit a stukatúra, a díszítés, meg a narratívák mások, de ez fullasztóbb. Én továbbra is idehoznám azt a gondolatot, hogy nem vagyunk rendszerváltó nemzet, és nem ilyen értelemben nem volt rendszerváltozás. Tehát most nem azt akarom azt az ilyen közszájon forgó gondolatot idehozni, hogy csak gengszterváltás volt, meg átmentette a hatalom a pozícióit, hanem azt, hogy nem mi váltottuk le ezt a rendszert, hanem ezt így ajándékba kaptuk a világtól. Tehát a világban volt rendszerváltozás, és nem a magyar társadalom vívta ki, és ez tudat alatt ott munkál bennünk, hogy ezt mi kaptuk ajándékba, el lehet tékozolni, könnyen jött pénz, könnyen megy. Nem volt igazából olyan értéke, amit magunknak köszönhettünk, amit meg kéne védeni, amiért harcoltunk, amiért, nagy Isten, mártírjaink voltak, hanem azt úgy megkaptuk ajándékba, és hát most ugye elkótyavetjéljük ezt a lottó 5-öst, vagy lottó 4-est, amit dobott nekünk a nyereményjáték. Úgyhogy én és szerintem Orbán Viktor ezt ismerte föl. Egyébként akkor nagyon pozitívnak tűnt, pont amiről beszélsz, hogy itt nem volt 89 Romániája, itt még az sem volt, még ami az... Prágában, itt tulajdonképpen semmi nem ugye volt. Átnőtt szépen. Igen, az egész egyik. Polgári volt az akkor egyébként baromi előnynek tűnt. Persze, most érezzük a hátrányait, ebben egyébként. Beszéltek a mókusok elé, de tegnap
mikor a Pista átküldte ezt, hogy a rendszerváltásról fogunk beszélni, akkor kíváncsiságból átnéztem a Rózsa-Dobi paktumnak, ami tudjuk, hogy egy vérlázító összeesküvés elmélet, csak éppen a 20 pontból 19 igaz lett. Tehát oké, most tudjátok, miről beszélek, én nagyon bután néztek. A Rózsa-Dobi paktumnak van 20 pontja, nem ismered? Nem. Hogy egy KGB-s, az orosz parancsnok, ki volt ott még Boros, az Antal. Ez egy összeesküvés. Ez nem egy dokumentum, hanem van egy ilyen elképzelés. Nem. És ez elterjedt, és a magyar társadalomnak egy jelentős része azt hiszi, hogy volt is ilyen. Miközben, ha megnézed, már a szereplők nem stimmelnek. De csak a szereplők nem stimmelnek. Az a 20 pont, ami elterjedt, hogy a Rózsa-Dobi paktumban megszületett az amerikaiak, az izraeliek, a magyar komcsik és a magyar rendszerváltók egyfajta összeesküvéseképpen, az a 20 pont viszont stimmel. Nézd át, döbbenetes. Jó, megnézem. De hát ez ugye a fake news mindig így készül. Mert a rendszerváltás után néhány évvel kiderült, hogy mi az a 20 dolog, ami megvalósult, és hozzá konstruálták ezt a valóságot. Visszavetítve csináltak. De ez előbb született sem. Nekem az a problémám, hogy az elmúlt 28 évben nem volt semmiféle kritikája a rendszerváltásnak. Meg a rendszerváltáskor megkonstruált közjogi rendszernek. Ezt, amit a Kónya Imre, a Tölgyesi Péter, meg az Antal József létrehoztak, ezzel kapcsolatban az általános vélemény az elmúlt 28 évben az, hogy hát ez csodálatos volt, ez nagyszerű volt, csak a gonosz Orbán Viktor lebontotta. Csak hogy hát ez nagyon nem igaz. Ez a konstrukció, ez úgy lett összetákolva, hogy azért működjön, el is működgetett 20 éven keresztül, de ha valaki ezt igazán le akarja váltani, az azért le tudja. Azért le tudja. Az milyen közjogi rendszer az, amit egy kétharmados választási győzelemmel szét lehet verni, le lehet bontani az alapokig. Hogy volt ez megkonstruálva ez a rendszer? És vajon miért nem lehetett ennél sokkal, de sokkal több biztosítékot? Sokkal több biztosítékot és garanciát és féket és ellensúlyt beleépíteni ebbe a rendszerbe? Nyilvánvalóan azért, mert az állampárt akkor folyamatosan azzal zsarolta az akkori ellenzéket, hogyha ezt a rendszert ennél demokratikusabbra és a demokratikus működését biztosabbra, stabilabbra konstruáljátok, akkor a munkásőrség kivonul az utcára, és akkor itt vér lesz. Vér fog folyni. És az igazság az, hogy ennek a 20 éves rendszernek, ennek a közjogi rendszernek a lebontása már a 90-es években megkezdődött. 94 és 98 között a Horn-Kunce kormány már módosította az önkormányzati törvényt. Tehát kicsiben már elkezdődött az, amit most az Orbán Viktor csinál. Egyfordulóssá tették az önkormányzati választást. Hogy? Milyen különös? Tehát az önkormányzati választást nem Orbán Viktor tette egyfordulóssá, hanem Kunce Gábor és Horn Gyula közösen. Miért? Mert az akkori politikai, aktuális politikai hatalmi érdek az volt, mivel hogy akkor a baloldal volt egy tömb, és a jobb oldal volt széttagolva, hogy az egyforduló alatt minél könnyebben lehessen besöpörni az önkormányzatokat. A 4%-os küszöböt 5%-osra emelték. Miért? Mert akkor éppen a miép tűnt úgy, hogy bejut a parlamentbe, ne jusson be a parlamentbe, emeljük föl, ezáltal még jobban barikádozzuk el az elitet, még leválthatatlanabbá tegyük. És még átjárhatatlanabbá tegyük a társadalom és az elit közti folyosókat. De nem lehet, hogy a lobbik és a izé közötti konfliktus volt, Robi, annyiban téved csak, hogy jó, hát nem, elmondom az én verziómat. Én ott ültem abban a testületben, amely testületben úgy különben az a kérdés vetődött föl, ugye a megfelelő kétharmaddal, meg abban a politikában mondjuk például, hogy akkor alkotmányozunk. Vannak dolgok, amiket egyébként intézményes garanciákkal nem lehet lerendezni. Lehetett volna, jó, ha úgy tetszik, intézményesítette a Horn, azt mondta, hogy 4/5. Ha lesz 4/5-ös támogatottsága az alkotmánynak, akkor alkotmányozunk. Tetszik vagy nem tetszik, a pufajkás öregem jóval demokratább volt, mint a izé ebben a tekintetben. Ezt szerintem senki nem állította, hogy nem. Na most ez egész. Itt ül egy ember, aki az egészről tehet. Hát jó, most hátrébb jöttem, nehogy eltaláljon. Lökjük már hagyot. Tényleg. Jó,
Rendszerváltás, és itt ül a Sanyi. Az én édesanyám. Én csak 12 éves voltam akkor, de akkor fölteszem a kérdést azok között. Nem mentség, persze, csak hogy nem lehet, hogy esetleg akkor is azzal álltunk szemben, mint amit itt próbálok most már monomániással mondani, hogy nem hiszünk abba, hogy rendszer tudunk váltani, ergo 1989-90-ben az akkori ellenzék sem hitt abban, hogy rendszer tud váltani, ő csak elszenvedte ő maga is a rendszerváltozást, ellenállt, tehát nem akarom az érdemeit lebecsülni, ő ellenállt, az is már önmagában eredmény, de nem volt egy menedzsmentje a rendszerváltozásnak. Jó, erre történészek, levéltárosok, de nem tudom, kiknek kellett volna jogilag, meg gazdaságilag Magyarországot átvezetni a szociális piacgazdaságba, és nem sikerült. A Robi még egy megjegyzéséhez, én annyiban csatlakoznék ehhez, itt ugye ámulva néztem azokat a baromi nagy embereket, mint Tölgyesi Péter, azért esetleg megemlíthetjük, mint alkotót. Tölgyesi mondtad? Mondta. Jó, bocsánat. Na a lényeg, hogy voltak ezek, akik ott ültek. Ott nem történt valójában más, és én ezt nem egy ilyen politikai dimenzióban helyezem, hogy igazából minden politikai tapasztalat nélkül rendelkező, ám de iszonyú alkotmányos műveltséggel, és hát bizonyos értelemben korlátozott fantáziával a jövőre nézve, papírból, fejből, különböző alkotmány, történeti művekből összeraktak egy konstrukciót, amiben mondjuk erős volt az, hogy a német kancellári rendszer, kutyafül, igazából lilakőzzel nem volt senkinek, hogy ez hogyan fog működni, tehát a munkásőrség ebben a históriában, tehát senki az, tehát a lényeg, hogy ez egy életidegen helyzet volt, tehát nem intézmények által megküzdött, nem valóságos politikai konfliktusban született, ott volt a kerekasztal. Akkor ennek van-e tanulsága mára nézve, hiszen ma is egy rendszerben élünk, a nemzeti együttműködés rendszerében, ami hogyha nem omlott volna össze a Szovjetunió, akkor lehet, hogy a Kádár rendszernek lenne valamiféle más 2.0-ás verziója. Öcsém, és telemél jó, csak most nem is ebbe akartam belemenni, hanem csak abba, hogy nem most az a felelősségünk, hogyha mondjuk rendszerváltozásra kerül sor, mert mondjuk akár a külföldi, akár bármilyen folyamatok ezt lehetővé teszik, hogy akkor legyen egy alternatív, és nem politikai párt, meg nem sztrájk, meg nem tudom micsoda, hanem egy nemzetmentő, meg egy országépítő program, amit értelmes emberek, világlátott emberek elkezdenek átgondolni, megvitatni, megbeszélni, nem ez volna a feladat? Mielőtt ebbe az irányba, kicsit én hadd kanyarodjak vissza, mert ez mindig ott van ez a kérdés, és mindig ott van a levegőben, mindig elhangzik, ugye, van ez a bizonyos tetszettek volna forradalmat csinálni, és most ti is mondjátok, hogy megkaptuk ezt a rendszerváltást, és nem tudjuk megbecsülni, nem tudjuk értékén kezelni. Oké. Miért gondoljátok azt, hogy jobb lett volna, vagy jobb lenne most a helyzet, hogyha itt is forradalom van és vér folyik? Nem forradalom. Ez a része nincs valahogy soha, mindig csak egy oda van rakva. Nem a forradalom maradt el. Igazából a társadalmi párbe, meg lett spórolva a társadalom munkája. Az elitek tulajdonképpen kompromisszumokat kötöttek, különféle hátterű és különféle mentalitású elitek csináltak egy patchwork országot. Hát ez összeraktak valamit. Hát ez a rózsazombi paktum. Jó, azt nem tudom, ki a rózsazombi paktum. Elmondja azt, amit nem olvasod. Arról van szó, hogy az MSZMP azért engedett egy ennyire rozoga alkotmányos rendszert megkonstruálni, és azért nem lehetett ezt jobban bebiztosítani, mert az volt a terv, hogy az volt állampárt, kvázi az MSZMP utódpártja, az MSZP fogja majd ezt lebontani. Ez volt a terv. Igen. És aztán a Gyurcsány meg is tette az erre vonatkozó kísérletet. Csak nem volt hozzá meg az ereje, meg a képessége. És aztán jött Orbán Viktor, és bevégezte. Bevégezte azt, amiért valójában ez a rendszer. Ez a rendszer ez nem 1000 évre, de még csak nem is 40 évre lett megkonstruálva, hanem egy-két átmeneti évtizedre. Igen, amíg aztán azt majd jön a hongyula. Tulajdonképpen már a hongyuláik úgy rendezkedtek be, hogy őket nem lehet leváltani. Ha úgy gondolták volna, ha komolyan elhitték volna azt, hogy 98-ban őket le lehet váltani, az igazság az, hogy egy órával a választási, a saját leváltásuk előtt ijedtek meg. Ha tényleg komolyan elhitték volna, hogy őket le lehet váltani, alig, ha nem tovább mennek ennek a rendszernek a lebontásával. De az amúgy is, hogy bocs, itt azért Magyarországon valahogy minden kormány úgy érzi, hogy őt nem lehet leváltani. Minden kormány egyrészt tákolmány tulajdonképpen a magyar államrend, per pillanat is egyébként, csak most máshogy. Másrészt viszont mindegyik meg van győződve arról, hogy 1000 éves birodalmat épít. Nem feltétlenül. Ez egy antropológiai ilyen magaslati levegő, hogy azt hiszi, hogy... Nem hiszem az ilyen emberi dolgokban. Ez egyszerűen az, hogy ebben az országban a politika annyira elkülönül bármilyen társadalom
társadalomtól, annyira a szférába van helyezve. Tudom, állandóan ezzel jövök, de én ezt látom az alapvető problémának. Annyira ki van osztva az, hogy nekünk tulajdonképpen semmi közünk hozzá, hogy ne szóljunk bele! Basszus, mert ez nem a mi dolgunk. Mi tűrjük el, kapjuk meg. Egyébként, amit te mondtál, az is benne van a pakliban. Igen, nálunk úgy történnek a dolgok, hogy kapunk valamit, hogyha nagyon szépen kérjük, vagy hogyha esetleg egy picit morgunk, akkor majd lesz ez, lesz az. Megtörténnek velünk a dolgok, nem mi csináljuk a dolgokat történni. Nem mi történtessük őket. Részt kéne vennünk a saját történetünkben. De akkor viszont vonjuk le a következtetést. Ez nem egy társadalom. Ez egy tömeg. Fogyasztók tömege. Miért? Mert most folyamatosan kerülgetjük a végső következtetést. Hát akkor mondjuk ki, azok, amik a magyarságból hiányoznak, ezek a társadalom ismérvei. Mit tesz egy társadalmat társadalommá? Az, hogy működik a minimális szintű szolidaritás, tisztában van azzal, hogy van saját ereje, van saját érdekérvényesítő képessége, bizonyos érdekek vagy bizonyos elvek mentén képes síkra szállni. Ha a magyar társadalom mindezeknek a feltételeknek nem képes eleget tenni, akkor hát társadalom-e? De te mondd ki, mert nem lesz a polgármester. Majd kimondjuk mi. Nem szabad kimondani. Tehát, hogy akkor mondjuk már ki, hogyha végleges. Tehát lényegében megállapítjuk a halál beálltát, de ne állapítsuk meg. Tehát azért most nagyon közhelyes, de remény hal meg utoljára. És abban a pillanatban, hogyha ezt kimondod azt a kérdésre, a választ, amit egyébként úgy sejtés szintjén sokan érzünk, vagy érezhetünk, a kimondott szónak ereje van. Tehát, hogy szerintem itt ilyen értelemben nem azért kerülgetjük a kását, mert gyávák vagyunk, hanem azért, mert még talán hiszünk abban, hogy valami módon ez a társadalom életképes reakciókra sarkalható. De hát igazából pont az a reakció. Van az a szituáció, bocs, amit elmondtál, és ez valóban azt mondja, hogy ez nem egy társadalom, hanem emberek tömege, akik valamilyen intézményes keretek között együtt, egymás mellett egyébként, egymás ellen léteznek. Viszont a társadalom pont ott alakul, és pont abban érhető tetten, hogy mennyiben próbál, mennyiben tud, és mennyiben képes ezzel szembeszegülni. Tehát tulajdonképpen ez ellen a masszásodás elleni fellépés, az ez elleni küzdelem, minden formája egyébként az épít társadalmat, amit csinálni kell, már megint csak ezt a műveltető igét, csináljuk. Munkaterápia. Szóval ezt azért nem mondtam, rossz áthallás. Gábor kérdezte, hogy miért indulsz, ha nem nincs társadalom. Hát azért, hogy megszervezzem. Azért, hogy valamilyen formában megpróbáljam megvalósítani. Ha alulról nem képes megszerveződni, ha felülről minden erő abba az irányba hat, hogy ne tudjon megszerveződni, akkor hát meg kell próbálni középről megszervezni. Magunkból. Igen, szóval, Robi, először hülyének néztelek, el is mondtam itt, akkor nem voltál ott azon a szabadfogáson, mondom, nem normális ez a Robi. Én megvittelek biztos. Nem voltál benne a rózsadombi baktunkban. Mondom, nem normális. Minek fogja magát kitenni, meg stb. Meg fölépítette egy karriert, és azt most odadobja, és most egyre jobban, most furcsa, hogy itt van, most meg akkor szépet mondok, tehát, hogy egyre jobban becsülöm ezért az egészért, mert számomra kezd átjönni, és sok ember számára ez, amit mond, ez kezd átjönni. Bízom benne, hogy kezd átjönni. Tehát, bocsáss meg, csak akkor is hogy mondjam el, hogy én miért támogatom Puzsé Robertet. Jaj, hova fajult ez a... Én azért támogatom, mert szerintem jelen pillanatban van egy olyan törzsi logika a magyar társadalomban, amit egyszerűen szét kell rombolni. Van egy olyan törzsi logika a magyar társadalom, amit szét kell rombolni, és ehhez olyan karakterek kellene, mint a Robi. Tehát most jelen pillanatban egy építő rombolásra van szükség, mert azok a megalvadt struktúrák, amiben ez a társadalom működik, az ugyanezt fogja újra és újra termelni. Hát én 10-ben ugyanazt átéltem, mint 14-ben, meg aztán 18-ban. Az ember háromszor ugyanazt a eredményt kapja ki a játékból, akkor leül és elgondolkodik, hogy esetleg mi a probléma. Én akkor megpróbálom ezt az ellentmondást feloldani. Ha van egy betegünk, aki meghalt, az újraélesztésnek a nulladik lépése az az, hogy kijelentjük, hogy meghalt. Még talán újra lehet éleszteni. De ha azt mondjuk a halottról, hogy él, és hogy valójában egy olyan gyógykezelésre van szüksége, amit élőknek kell adni, akkor halott is marad. De nem lehetséges, hogy ezt hívják úgy, hogy klinikai halál. Talán még újraéleszthető, de ahhoz most már sok kell. Ugyanazt mondom, amit te. Ah,
ahhoz most már sok ezek kell. Most már nem kenegetni. Most már nem kenegetni kell. Nem a kenőcs, meg nem a tabletta. Ennek az ideje ez elmúlt. Ilyen módon nem fog feléledni a halott. Ehhez most már sok kell. Árammal kell megcsaphatni. Ez a legjobb pillanat arra, hogy reklám szünetet tartsunk, ami nekünk nincs, ugye, mert azért ennyire profik nem vagyunk. De továbbra is itt van ugye a hirdetésünk, aki miatt, illetve amelyik cég miatt működünk. Úgyhogy látható, mondta, látható, egy biztos meg benne. Csak azt kérte, hogy ne írjuk ki a nevét, beszámszunk. Ne, az egy másik pénzt, és nem, azt kérte, hogy ne. De itt van, nincs vége a szünetnek egyáltalán. Nincs vége a szünetnek. Mondja az ember, aki eddig aludt. Szóval, mindig ezt mondják, hogy csimpanzé. Szóval, hogy ugye meghirdettük a kötött fogás extrát. És az a helyzet, hogy hát gyakorlatilag első nap elmentek a jegyek, úgyhogy egy kicsit szégyellem magam, mert hogy 70 jegyet hirdettünk meg, és aki most szeretett volna, vagy így a műsorban értesül róla, mert mondjuk nem Facebookozott meg, nem interneten, hogy ő is szeretne jönni arra a műsorra, az most egy kicsit bajba van, de ettől függetlenül azt mondom mindenkinek, hogy regisztráljanak, van egy e-mail cím, ezt leírtuk, ez a kötöttfogásextra@gmail.com. Ott kell jegyet igényelni, mert hogy azért lehet, hogy valaki nem fog tudni eljönni, vagy visszamondja, és akkor viszont ezt most azonnal kell megtenni, mert hogy beérkezési sorrendben. Csináljuk az arénában, majd. És akkor jut mindenkinek hely. Igen. Van egy olyan igény is, hogy támogatói jegyet venne, nem tud eljönni, de venne jegyet. Hát utána támogassa a műsor. Nem, úgy rögtön beleegyezett azon rövök. Nem az ötletem. Eddig szokásos úton módon is. Aki az támogató életen, de hát aki támogatni akar, az támogasson. Azért vagyunk itt, meg azért úgy szeretné. Ő a közönség, a demokrat. Venni támogatói jegyet. Na így jó volt? Igen. Nem azon rögtem, hogy valaki ezt akarja, nem azon, hogy a DVD azonnal beleegyezett. Hát mert én szeretném, hogy még sokáig cseszegessetek élőben. Szóval nem. Szóval, hogy... Tehát aki szeretne jönni a műsorra, akkor az tényleg most küldjön levelet, mert nem nagyon lesz már egy. Ami jó hír. Igen. Úgyhogy december 30-án élőben találkozunk a közönséggel. És utána berúgunk. Na most van vége a szünetnek, igen. De tényleg miért nem vittük nagyobb helyre most akkor? Jaj, most már mindegy. Ez nem úgy van, hogy te el akarsz menni egy helyre egy ilyen műsorral. Az de úgy van, hogy két hónap után találsz végre egy helyet, ahol egyáltalán befogadnak. Találsz egy olyan helyet, amelyik készen áll arra, hogy napvizsgálat lesz nálunk. Tudod, vagy utolsó nap visszamondja. Figyelj, hát mi ezt tudod, hányszor állt a Londonban is visszamondja, Londonban is. Azt hagyjuk is. Nem visszamondták? De hát csak na, szóval, hogy ezért nem vittük nagyobb helyre. Annyit. De majd megpróbálkozunk nagyobb helyen. Mikor a Veszter szurkolók megjelennek, várják. Itt biztos nem fognak. Nyugi. Nos, itt nem. Nos, beszéljünk a cigányságról, jó? Aminek most a ha, mindjárt elmondom, annak a médiabeli aktualitását az adja, hogy Robi tegnap bejárt az ATV-ben is egy kicsit... nem megszorongatták, az hülyeség. Téged nem lehet megszorongatni, igaz, hogy én is mondjak valami támogatót, szóval, de ez egy kicsit. Szóval, hogy szóba került a magyarországi cigányság is, és itt elég erős dolgokat fogalmaztál meg. Egyet felolvasok, aztán majd kibontjuk. Bárki szülhet, amennyit akar, csak ne járjon érte segély. Ne segélyezzük azt, aki nyomorba szül. Várjál mielőtt. És majd kanyarodjunk el abba az irányba is, mert összefügg egyébként az első témánkkal, meg azzal, amit Gábor felvetett, hogy is lehet megoldani esetleg a munkaerőhiányt, mert hogy nem tudom, ismeritek Forgács Istvánt? Igen. Nos, neki volt most egy írása, ami arról szólt, hogy még soha nem volt olyan jó helyzetben a magyarországi cigányság, mint most, mert hogy kell a munkaerő, és micsoda tartalékok vannak. Lehet menni dolgozni most végig. Ja. Na, szóval Robi. Hát én azt fogalmaztam meg, hogy ne jutalmazzuk a nyomorba születő gyerekeket, és ne finanszírozzuk a nyomort, mert a nyomor így termeli újra magát, és így terjed. Sajnos a szegény embereknek az a reflexe, mindenütt a világon egyébként, ez egy nagyon-nagyon általános szociológiai megfigyelés, hogy a szegény ember az a gyerekvállalásba menekül, mert ez az egyetlen tőkéje, amit be tud fektetni. Ez sajnos terjeszti a nyomort. Tehát így terjed a nyomor, hogy a nyomort a születő gyerekek után folyamatos segélyezéssel finanszírozzuk. Én azt javasoltam, hogy fordítsuk ezt meg, és egy nyomorban élő anyát vagy nőt azt abban támogasson a szociális rendszer, hogy ő a nyomorból kiemelkedjen, kiszakadjon, és akkor szüljön gyereket, amikor már nem a döngölt padlóra szüli azt a gyereket. Én ennyit fogalmaztam meg, és ennek nyomán engem a Sötét Jenő cigányjogi aktivista le
nácizott. Nácizott. Ezzel engem nem tudsz megdöbbenni. Te, viszont nem estünk hanyat, Robi, azért még az miért ültök így. Bizonyos kérdéseket Magyarországon nem lehet feltenni. Hatékony-e a szociális segélyezés rendszere Magyarországon? Helyesek-e a céljai? Ezeket a kérdéseket nem lehet feltenni. A régi baloldal úgy működik, mint a Szent Inkvizíció. Az a dogma, hogy Magyarországon minden szép és jó, minden nagyszerűen működik, csak kevés a pénz. És aki ezt tagadja, az kirekesztik a komplett civilizációból. A ez a működés. A liberális értelmiség is így működik, Robi, tedd hozzá, mert ezek együtt összefoglalnak. Igen, ez a régi baloldal, gyakorlatilag az én szememben az SZDSZ utódpártja a DK. Én azt gondolom, hogy volt számos kísérlet arra, hogy számos politikus megpróbálta megszervezni az SZDSZ utódpártját. Én úgy gondolom, hogy a DK, úgy gondolom, hogy a Gyurcsánynak sikerült. Most ezáltal berendeznek itt nekünk egy új középkort. Nem lehet diskurzust kezdeni a valóságról. Egy valóságtagadásban vannak, és amikor próbálsz velük beszélni arról, hogy mi zajlik Magyarországon, mi zajlik Kelet-Magyarországon, akkor az olyan élmény, mintha a laposföld hívőknek próbálnád elmagyarázni azt, hogy elindulsz nyugat felé, és végül kelet felől megérkezel. Nem fogják el, nem hiszik el, tagadják. A legszörnyűbb az, hogy érzik a nagyon-nagyon súlyos kihívást. Ez a régi baloldal, vagy balliberális szekértábor, ez megroppant. Előbbi elveszítette a hatalmat, már a közhatalmat, azután elveszítette az önkormányzatoknak a 95%-át, és most már úgy néz ki, hogy egy igen súlyos kihívás érte őket a centrumból, elveszíteni látszanak az ellenzéket. És most megvesztek. Tehát most erre a reakció, az a elképesztő szélsőséges agresszivitás és a dogmás, a korlátoltság dogmás valóságtagadás. De azt tudtad, az a mértékű... De azt tudtad, Robi, hogy az LMP is fel lesz szólítva, hogy gondolja végig a te támogatásodat? Igen, Gulyás Márton. Igen. De tipikus példa a törzsi gondolkodásra. Igen. Tehát, hogy itt megint azzal állunk szemben, folytatnám a gondolatmenetet, hogy tehát nincs meg az a fajta vita szint, vagy vita kultúra, vagy vita keret, ahol ezekről a kérésekről úgy lehetne beszélni, hogy az egyik oldalon te ne legyél büdös náci, a másik oldalon ne legyél büdös cigány. Mert ugye körülbelül ezen a szinten folyik ez a vita. Én ugye a Jobbik egy elég érzékeny viszonyban volt a hazai cigánysággal, én most a vlogomban próbál... Ez elég eufemisztikus volt. Ezt sokféleképpen lehet érteni. Én most a jelen pillanatban a vlogomban megpróbálok egy olyan irányból közelíteni a probléma felé, mert az ország egyik legsúlyosabb problémája egyébként ez a kérdés. És a sajtónak nagyon nagy szerepe van abban, hogy olyan volt az a viszony, mint amilyen, de most nem akarok belemenni, mert akkor ilyen magyarázkodásnak tűnne. Szóval, a vlogomban én most elmegyek cigány emberekkel, próbálok cigány értelmiségekkel, vagy egyszerű cigány emberekkel beszélgetni, és azonnal megkapom a saját oldalamról, hogy én már cigány simogató vagyok. Tehát a másik oldalon sincs meg sok esetben ez a nyitottság, pedig egyrészt, amit a Robi mond, azt hiszem teljesen jogos, hogy érdemes volna arról vitázni, és lehet, hogy nincs igaz a Robinak, de érdemes volna erről értelmesen vitázni, hogy egyébként a nyomort hogyan tudod felszámolni helyesen. A másik oldalról én meg azt látom, amikor megyek haza Gyöngyösre a szüleimhez az M3-ason, hogy az M3-as pénteken tele van olyan autókkal, amiben cigány fiatalok ülnek, és mennek haza pénteken Budapestről, Szabolcs megyébe, Hajdú megyébe, Heves megyében, mert fönn dolgoztak. Mert az a fajta folyamat, hogy a munkaerő hiány a cigányság számára lehetőséget teremtett, én úgy érzem, hogy igen, ez a folyamat azért, még ha egyelőre lehet, hogy nem annyira látványos, de megindult. Tehát, hogy vannak itt pozitív folyamatok, csak erről nem lehet beszélni, mert még ilyen 20. századi világháborús, meg poszt-holokauszt traumás kontextusban beszélünk ezekről a kérdésekről, és nem lehet értelmesen felvetni egy ilyen problémát. Én azért mondtam előbb neked, hogy engem ezzel nem tudsz meglepni, mert én ezt átéltem, mert ugye a Jobbik elnöke csak egy büdös náci lehet, és akkor nyilvánvalóan bármit is mondott mondjuk például a bentlakásos iskolákról, lehet, hogy nem jó, lehet, hogy nem igaz, de miért ne lehetne megvitatni mondjuk egy ilyen kezdeményezést? Tehát ezt annyiszor átéltük, és egyik oldalon se látom, hogy megvolna az erő ahhoz, hogy a törzsi logikából kilépjünk, ami a törzsi logika mit jelent? Az én törzsemben minden jó, az én törzsemben minden szent, a másik törzsben minden rossz. Most hozzászólni, mert annyi mindenről beszéltetek egy rakáson. Az a helyzet, Robi, hogy most már politikus vagy. Te, érted, nem a munkaerő hiánya van. Nyilván ezt most már úgy vették, mint egy politikai... Négy évvel ezelőtti videómat ástál. Igen? Tehát én ezt 4 évvel ezelőtt magyaráztam, 3 egymást követő videó, egy videósorozatban
próbáltam gondolkodni, humánus és hatékony válaszokat, javaslatokat felvetni Magyarország legfontosabb problém, legsúlyosabb, legakutabb problémájára. Ez még csak a kezdet, mert legalább olyan kerestek el, amit elmondtál. És majd lesz egy olyan verzió is, amit nem is mondtál, és mégis el fogod mondani. Na, miután, hát akkor ez alátámasztja persze azt a mindannyiunk által megtapasztalt élményt, hogy amikor, hát a politikai verseny az azért nagyjából gyalázkodásokkal és inszinuációkkal telített sajnos. Ez tény. És az is tény, hogy így önmagában mondjuk én sem értek azzal egyet, amit mondtál, illetőleg persze nem ismerem a kontextusát, nem tudom, hogy milyen vita volt még ebből. Az egy, én mondjuk azt a másik elemét emelném ki, hogy itt nem pusztán csak arról van szó, hogy a nyomor újra iszonyú bővítetten termeli magát újra, mert hogy baromi sok a gyerek. Az a helyzet, hogy ezeknek az embereknek ez jelenti a családot, és nem véletlenül mondtad nagyon erősen különben, hogy azért a világ minden olyan pontján, ahol nagy a szegénység, ott sok a gyerek, paradox módon. De mondjuk például azt is lehet tudni, bármilyen furcsán is hangzik, hogy mondjuk a sok gyerek ezekben a régiókban, meg ezeken a helyeken kvázi a társadalombiztosítást pótolja, a társadalombiztosítás hiányára jön. Igen, igen. Tudnék a család, és ha többen vannak, a családi túlélést és mindenkinek a túlélését növeli. De ezt most félretéve, ezt majd beszéljük meg, vagy legyen egyszerű egy ilyen napi rendején, visszatérjük térnék arra, és ahhoz szólnék hozzá, ha a Rovi főpolgármester jelöltsége, és egyébként az, amit a Gábor mond, mélységesen egyetértek. Tényleg egy olyan korszak van, amikor én ilyen nagy csodákat nem várok senkitől, meg hogy általános sztrájk, meg nem tudom micsoda. Egyrészt tényleg rombolni is kell, hivatkozhatnék egyébként tudományos hivatkozásokra is, ugye, a termékek rombolásra, mert hogy ezt az elitet, ezt a rendszert meg kell rázni, meg kell rodgyantani. Más oldalról meg akár tetszik, akár nem, szerintem be kell szállni a NER-en kívüli világ megépítésébe egy olyan fajta összebeszélésre, ahol jó sok ember keletkezik olyan, aki egyébként egyszerűen elkezd másképpen viselkedni. Még a baromi hosszúnak és baromi reménytelennek is tűnik. Én 64 éves vagyok, jóval öregebb, mint ti, de akkor is ezt az irányt azt gondolom, hogy méltányolni és respektálni kell. Túl azon is minden egyes ilyen esetben. Millió dolog van, amiben a Robival nem értek egyet, meg hát még vitatkoztunk mi már itt az elmúlt néhány évben. Én ezt a missziót, amit bevállalt, most az eredménytől függet, nem tudom, milyen eredmény lesz, hát ki tudja. Ja, egyébként én is. De ez egy nagyon fontos misszió. Én is úgy vagyok, hogy nyilván egy csomó dologban nem értek egyet, most konkrétan a szakpolitikai vagy cigánypolitikai egyetlen abban nem értek egyet, hogy van ilyen, amiket elmondasz, bár ugyanakkor látom benne, hogy ennek van értelme, de mi az, hogy nem mondhatod el? Tehát én ezen akadtam ki, tulajdonképpen. Viszont egy olyan mondatot kell mondanom, hogy soha nem gondoltam, hogy mondok, egyet értek ebben legalábbis volna Gáborra. Tehát így passzus, nem arról szól a történet, hogy ez túl fontos, minden probléma túl fontos. Ez egyszerűen túl fontos ahhoz, hogy szétszedjük ilyen pillanatnyi politikai szekértáborok és hovatartozásoknak megfelelően. Hogy azért a cigányság lélekszámát tekintve most már választási eredményt képes befolyásolni, és esetleg a Fidesz számára nagyon jól jön, meg ugye a mindenkori kormány számára egy ilyen viszonylag könnyen használható, kihasználható a nyomorát. Ők nem nagyon szabadnak, Gábor, ez egy legenda. Dehogy nem. Hát, nézd meg a kis településeken a választás. A Gábor körzetében a busszal szállító cigányság döntött el a az egy dolog, de nem tudjuk, hogy mennyi. Mi az, hogy nem nagyon szabadnak ha egyel több szavazat van. Csak ez nem szomorú, hogy már egyáltalán a helyzetbe kerültünk, hogy így beszélünk a cigányságnak a helyzetéről, hogy lényegében szavaz, olcsó szavazóban, nem munkaerő, hanem mint szavazóbázis. Bázis olcsó munkaerő, folyamatosan így beszél. Az egész, mit a Kádár kor óta a szavazóbázis nem játszott. A Kádár korban sokkal jobb volt a cigányság helyzet. A Kádár korban... A szegregátumok nagy része akkor jött az életre. Lehet, oké, de... Nem volt az olyan nagyon jó. Iparban volt munkaerő. Volt, más volt a szituáció. A Kádár korban egy megszülető cigány gyermek számára nagyobb esély volt a társadalmi felzárkózása szerintem, mint ma. Az a fajta átmenő társadalmi mobilitás. Az akkori társadalomhoz persze, az akkori társadalomhoz. Várjál, hadd mondjak már csak, tényleg, mert a cigány ügyről konkrétan, tehát arról, hogy
Én ismerek olyan cigány jogvédőket egyébként, hogy nagyjából hasonlókat fogalmaznak meg, csak más szavakkal beszélnek. És úgy látszik, elég más szavakkal beszélni, mert ők a mi kutyáink kölykei, hogy egy bizonyos szekértábor azt mondja, hogy ezt elfogadjuk. Én nem mondom, hogy egyetértek a Robival, én szerintem nem így kéne megközelíteni a dolgot. Én ebben szempontból sokkal hagyományosan vagyok, kicsit nekem ez olyan, mint ahogy a kormány próbál előre rohanni ezzel a munkaerő hiánnyal, ahelyett, hogy ugye magasabb éreket adna, most nagyon egyszerűsítek. De azt mondani, hogy ez úgy, ahogy van irracionális, vagy ez úgy, ahogy van náciális, egyáltalán ez a sacrosanctus téma, amit nem lehet érinteni, bármilyen témát nem lehet érinteni, ez abszurd. És ez megint csak arról szól, hogy ne nyúljunk hozzá. Így van. Ez ugyanaz, a cigányság oda jutott el, már most a politikában elhelyezkedő helyzetét illetően, mint a nyugdíjasok. Tehát aki a nyugdíjasokkal kapcsolatosan bármifélét fölmer vetni, annak neki esnek. Ugyanez van a cigánysággal kapcsolatosan, és akkor elkezdik majd, ahogy a nyugdíjasok kegyeit, mindenkori kegyeit a választás előtt elkezdik keresni, ugyanígy elkezdik a cigányság kegyeit is jelent. Egyébként Robi semmi más nem csináltál, csak a Jobbik 2010-es programjából pár pontot fölolvastál. Szíves. Tudom, na, ez még szó. Nesze neked, basszus, akkor már megpróbáltuk. Volt, ne gyerekek, volt egy nagyon komoly parlamenti vitanap, annak a 4 éves parlamenti munkának, amit én ott eltöltöttem, az egyike volt, amikor legalább úgy érzem, hogy olyan dolgok is elhangoztak, ami előre tudta volna vinni a dolgot. Egyébként Farkas Flórián odajött a folyosón a jobbikosokhoz, halálkomolyan mondom, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon sok értelmes dolgot mondtatok, és meg kéne fontolni. Majd visszament, bement az ATV-be, vagy nem tudom én hova, és elkezdett nácizni. Én ugyan nem olvastam a 2010-es Jobbik programot, nem tudom, hogy mi szerepel benne. Én csak megpróbáltam feltenni azokat a kérdéseket, hogy milyen módon lehetne a kelet-magyarországi nyomort kezelni. Ezt a problémát kezelni, és nem csak cigányság. Világos, hogy pontosan tudjuk, hogy a nyomor, hogy azok, akik a döngölt padlón élnek, és a döngölt padlóra szülik a gyerekeiket, részük cigány, vannak köztük fehérek. És azok között a fehérek között, akik meg a középosztályhoz tartoznak, és a sárga csekket befizetik, meg járnak dolgozni, meg szabad szombaton otthon maradnak, ők köztük is vannak fehérek, és vannak köztük cigányok. Tehát vannak, és persze ezt meg lehet úgy fogalmazni, hogy vannak olyan cigányok, akik középosztályos módon élnek, és vannak olyan fehérek, akik meg a nyomorban élnek, a putriban élnek. Na most a feladat az lenne, hogy a cigányságot meg kéne próbálni valamilyen módon beintegrálni a középosztályba, mert hogyha ez nem sikerül, akkor a cigányság, vagy akkor hívjuk úgy, hogy a kelet-magyarországi nyomor, akkor az fogja Magyarországot dezintegrálni. Robi, menthetetlenül, óhatatlanul. Mik a rossz kifejezéseim? Bocsánat, elhangzott, hogy nem azt a tolvajnyelvet használom, amit a humánum megkövetel. Melyik kifejezésem Robi, volt az, amit nem lett volna szabad használnom? A cigány szót nem volna szabad használnom? Megmondom neked. A döngölt padló, vagy a putri, vagy melyik kifejezés az, amit neked nem szabad? Segítek neked, megmondom neked. Tehát mivel te főpolgármester jelöltként elindultál, innentől kezdve egy büdös náci vagy. Ez ennyire egyszerű. Érted? Tehát, hogy bármilyen szót használhatott volna ebbe a térésbe, elkövette azt a hibát, hogy 4 évvel ezelőtt, amikor még tehát ez egy óriási politikai hiba volt, 4 évvel ezelőtt gondolkodni mert erről a kérdésről. Az a probléma, és hogy most ebben pedig van igazság. Főpolgármeséről, tehát egy büdös náci. Az a probléma, hogy ebben van igazság, ez tényleg azon látszik, hogy tök mindegy. Teljesen tudja, mit mond. Egyszerűen, ugye megvan az alaptétel, hogy ő megosztja az ellenzéki jelölteket, Orbán kottájából játszik talalat, tehát bármit mondott, felhasználható ellene. Ez tényleg így megy, ugyanakkor nem, továbbra sem értek egyet ezzel a közelítéssel, ez teljesen más kérdés, viszont az annyira bonyolult kérdés, hogy akkor nyilvánvalóan... Akkor kérlek, vitázz azzal, amit mondtam, mi volt benne a helytelen, félreértettél, mondom, félreértettél, én egész máshogy gondolom, az egy kurva hosszú vita lenne, és nyilván erre nincs időnk, hogy hogyan oldanám meg én a mélyszegényt, csak ne fogalmasíts, hogy hogyan oldanám meg, hála jó Istennek, nem nekem kell megoldani, mindannyiunknak kéne megoldani, de várjál, abban félreértettél, hát, én nem azt mondtam, akkor is náci de mondom, én pont az ellentétét mondtam, én azt
azt mondtam, hogy az az elképesztő, hogy én ismerek olyanokat, akik valóban cigány jogvédőnek számítanak, vagy roma jogvédőnek, tök mindegy, és nagyjából hasonló megoldásokat mondanak, mint te, csak más nyelven, és ezért elfogadhatóak annak a tábornak. Pont az ellentétjét mondtam, mint amit mondasz. Én nem azt mondom, hogy máshogy kellett volna mondanod, én azt mondom, hogy ha másként mond, te tök mindegy, mit mondasz, mert ugye megosztod az ellenzéki szavazókat. De ha valaki másként mondta volna, akkor ugyanaz a koncepció volt, amiben elfogadható. Ezt ennek csomó liberális jogvédőtől hallottam. Nem csak cigányügyben van így szerintem. Beszéljünk még erről, most szerintem nem fogunk tudni rendesen lemenni megfelelő mélységekbe, meg magasságokba, mert hogy például Budapestről, vidékről beszélni, az is olyan, hogy mit tudsz te meg izé. De ha én mondom, mert én vidéki vagyok, akkor én valamelyest mondhatom jobban. Ezek megvannak mindenféle ilyen közéleti területen. Itt halmozottan egyébként. Na de, most legyen jól, elfáradtatok. Van az utolsó kérdés, az most nem vicces, mert hogy a Time magazin szerint 2018-ban a meggyilkolt és üldözött újságírók lettek az év emberei. Maximálisan tiszteletben tartva a Time döntését, azért az jutott eszembe, hogy nektek ki volt, vagy kik voltak az év emberei 2018-ban. Hát, hogyha üldözött újságírók, körönkívüli újságírók még nem meggyilkoltak, de mondjuk körönkívüliek, akkor én javaslom a kötött fogástábját az év emberének. Szép, könnyek a szemek. Ez volt a második reklám. Gábor. Én nekem sportpéldát is szabad, vagy mindenképpen a politikában? Nem, abszolút. Nekem az UFC-ből Nurmagomedov volt az évembere. Semmilyen szinten nem vagyok előrébb. Jó, hát ő lényegében egy avar származású, kaukázusi fiatalember, aki gyerekkorában, nem tudom, 7 évesen Medvéken gyakorolt, és bement ebbe a médiatizált UFC-be, ahol ugye minden egy show business, teljesen idegen ettől az egész show business-től az ő karaktere is, szétverte a bajnokot. Meg utána a közönséget is. Mi az? Mondjuk az nem volt már szép, az nagyon nem esett jól nekem. Azt hittem foci, és nem értettem, hogy nem Medvéken gyakorolni. Nem, tényleg ez a ketrec harcos. Igen, az UFC az egy ketrec harc szövetség. Nézd meg, ahogy 7 évesen a medvével birkózik, elájulsz. Dávid, tényleg az volt előttem, mert azt hittem tényleg, hogy fociról beszélt. És elképzeltem, hogy a medvékkel focizik a csávó. Robi? Én Bolsonaro-t a brazil trollface-t nevezném meg, mint az év emberét. Tekintettel arra, hogy rátette a kezét a bolygó tüdejére, és most az a bolygó összes lakója az ő pillanatnyi politikai érdekeitől, politikai hatalmi mozgásától és színeváltozásától féltheti a saját tüdejét, meg a saját gyerekeinek a lélegzetvételét. Ennél nagyobb hatalom, ennél rosszabb kezekben még nem volt soha. Bocs, ez egy fél mondat. És hogyha Hitler az évembere lehetett a Time magazinban, igen, akkor azt gondolom, hogy ez neki is jár. Igen, ez egy fél mondat, hogy az utóbbi időben 1 millió futballpályányi területet, erdőt írtottak ki az Amazonas medencében. 1 millió futballpályányi erdőt. Ennél nagyobb veszély, mint amikor a neoliberalizmus és a trollface szövetségre lép az esőerdők ellen, ennél nagyobb veszélyben az emberiség talán nem is volt még. Sándor. Gondolkodtam már egész nap ezen a bonyolult kérdésen. És hosszú-hosszú gondolkodás, kínok és gyötrelmek között. A Magyar Hang. A Magyar Hang, az újság. Jó, helyes. Na. Egyszerűség kedvéért én a meghurcolt, üldözött és meggyilkolt újságírókat nevezném az év emberére. Hát és semmi vicceset, én se. Én azokat az embereket gondolom az év emberének, akik csendben, némán, mindenféle feltűnés nélkül dolgoztak a háttérben azon, hogy akiket én bemutattam a kis videó blogomban, azoknak a nyomorult, szerencsétlen sorsba jutott embereknek segítsenek, és néhányukat ki is tudták húzni a bajból, úgyhogy semmit nem vártak el cserébe, úgyhogy ez a társadalom talán még nem annyira halott, csak titokban él. Köszönjük a figyelmet, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és jövő szerdán még jövünk, meg december 30-án is, azért is elmondtam még egyszer. Jó, hogy elmondod, csak ne nyafog közben. Miért? Na csak.